10 éve működik a levendula termesztés ezen a fél hektáros területen Kocsolában. Az illatos növény rendkívül népszerű, ezt az ide látogatók növekvő száma is mutatja. Második alkalommal vagyunk itt, és igazából annyira csábító ez az levendula illat, hogy én mindenkinek tudom ajánlani, hogy jöjjön, mert ez egy különleges élményt ad mindenkinek. Meg fogom szárítani, és egy kis hálóba behelyezem a ruhák közé. Egyébként a levendula olajat is nagyon szeretem, úgyhogy a levendula imádat az életem. Érdekelt, hogy mi lehet itt most. Nagyon szép minden. Vannak mindenféle ilyen régiségek kirakva. Nagyon alkalmas fotóhelyszín, de érdekeltek a termékek is. Megnéztem, hogy mit lehet kapni, és vettünk egy csomó illóolajat, meg ilyen illatpárnákat. A településen második alkalommal rendezték meg a Szedd Magad Levendula szüretet. A cél, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a növényt, amely nem csak a lakás díszítésére alkalmas, hanem fogyasztható is. Várjuk az ide látogató vendégeket. Többen jöttek már Dombovár környékéről, de akár Kaposvár, vagy elmondhatom, hogy a Balaton környékéről is érkeztek, holott tudjuk jól, hogy elég nagy számban vannak a levendula földek. Ennek viszont mi nagyon örülünk, megpróbálunk mindig valami újat hozni ebbe a kis levendula szüretünkbe. Próbálunk olyan lehetőségeket biztosítani, hogy tudjanak fotózkodni, vagy akár a gyerekek jól érezzék magukat. Levendula szörppel, limonádéval várjuk az ide látogató vendégeinket. A rendezvényre látogatók megtekinthették és megvásárolhatták a kocsolai levendula manufaktúra termékeit. A növényt ugyanis nem csak termesztik, de széles körben feldolgozzák. Ez a kocsolai levendula manufaktúra, amiben itt dolgozunk, és a termékeket készítjük. Száradás után, miután leszüreteltünk, megszárad a levendula, és utána rostáljuk, szitáljuk, és azt követően pedig a termékeket ezzel a morzsolt levendulával tömjük meg, amit előtte sablonon kiszabunk, aztán megvarunk, és akkor így készülnek el a termékeink. Többféle termékeink vannak, szívecske, kis cica, nagy cica, ami nagyon kelendő, az a kis cica, a nagyobb cica, akkor csinálunk zsákokat, a lapos párnát, a szívecskét, ugye, hát többféle, buzogányt. Nagyon sokféle termékünk van azért, meg hát, hogyha ilyen alkalmakra, akkor csinálunk arra az alkalomra is, például húsvétkor, karácsonykor, tehát mindenféle alkalomra készítünk termékeket külön is. A rendezvényen lehetőség volt levendula koszorú készítésére is. Hát ez egy ajtódísz koszorú, levendulából, levendula koszorú. Ezt most készítettük a levendula szüretre, eladásra. Levágjuk a levendulát, és kicsi picike kis csokrokat dróttal rá erősítjük, és akkor úgy készül ez a koszorú. A manufaktúrában illóolaj is készül, amely rendkívül kelendő, hiszen felhasználása sokoldalú, és nem utolsó sorban kellemes illattal tölti meg otthonunkat.